Munkagépek zajától volt hangos az Orosi út Nyíregyházán. A négy sáv valamennyi kátyúját kijavították. Nem csak a megye székhelyen, hanem a vidéki úthálózaton is folyamatosak az útburkolatjavítások. Ezek jobbára ideiglenes megoldást jelentenek, meleg aszfaltozásra csak tavasz közepétől van lehetőség. Télen a burkolathibák ideiglenes jellegű javítását speciális kötőanyagú hidegaszfaltos keverékkel végezzük. A tartós javításhoz szükséges körülmények biztosítása jóval korlátozottabb. Az idei évben mintegy 140 tonna hidegaszfaltot dolgoztunk már be. A burkolathibák végleges javítására, melegaszfalt beépítésével, a technológia által megkövetelt feltételeknek megfelelően az aszfalt keverő telepek beindulása után legkorábban tavasszal kerülhet sor. Tavaly a nagyobb útfelújítási munkálatok is folyamatosak voltak. A Bökönyi és Téglás közötti szakasz is az előző évben kapott új burkolatot, összesen pedig több mint 100 kilométeren csaknem 4,5 milliárd forint értékben újítottak aszfaltot. Idén is lesznek komolyabb munkálatok, Máté szakán például három körforgalom is épül. A 2022. évben három forrásból, kiemelt társadalmi igények, Magyarfalu és Topos forrásból, 52 kilométer hosszan, közel 8,5 milliárd forint értékben indulnak meg már a tavasszal ezek a fejlesztések, és az idei évben is az előző évhez hasonló volumenben, mint egy 1 milliárd 800 millió forint értékben további 40 kilométer hosszan tervezzük saját kivitelezésben a nagyfelületi burkolatjavítási munkák megvalósítását. A Magyar Közút emellett már dolgozik azoknak a beruházásoknak az előkészítésén is, amelyek a TOP Plus keretében valósulnak meg. A megye közúthálózatának fejlesztésére a megyei önkormányzat csaknem 7,5 milliárd forintot fordít Európai Uniós forrásból.